Sziasztok, Anita vagyok! Tudjátok, hogy szeretem az egyszerűséget, és rengeteg olyan videóm van, amihez tulajdonképpen egy darab papír, vagy csak egy darab filctól, vagy bármi más otthon megtalálható alapanyag szükséges. Viszont azt gondolom, hogy érdemes néha körülnézni, és szemügyre venni az újdonságokat, hogy milyen alkotási alapanyagokat találnak ki bizonyos gyártócégek, hiszen nagyon izgalmas dolgok is vannak. Például tudtátok, hogy létezik olyan, hogy tükörspray. Én is csak nemrég hallottam erről, hogy létezik ilyen, pedig van, sőt, két különböző felületre, két különböző festéket gyártanak, műanyagra és üvegfelületre valót is. Egy magyar gyártócég, a Pentart készíti ezeket, és szerintem rengeteg fantázia van benne, úgyhogy én is nekiálltam és dekoráltam. Legelőször arra gondoltam, hogy egy sima egyszerű fehér műanyag keretet fogok vele átvarázsolni különleges tükörhatású képkeretté. Fogtam a sprayfestéket, egyenletesen lefújtam és megvártam, míg megszárad. Lefújás után rögtön még nem látszik, de a száradással egyre tükröződőbb és fényesebb felületet kapunk. Ebbe a képkeretbe egy csillámló pink alapra fekete szempillákat ragasztottam. Következő kísérleti tárgyam egy rózsaszín váza volt. Egy egyszerű vázát szerintem sokkal különlegesebbé lehet tenni ezzel a technikával. Ezután egy mécses tartót készítettem. Egy sima egyszerű üvegtartó belsejébe fújtam ebből a tükörspréből, és vártam, míg megszáradt. Ezt egy picit ilyen antikolt, áttört hatásra hagytam, nem fújtam telibe ezt a különleges festéket, és így a gyertya fénye egy kicsit átsejlik majd használatkor. A negyedik alkotásom szerintem a legizgalmasabb és a legtöbb lehetőséget rejti magában. Az üveg felületét először lefújtam ezzel a tükörsprével, megvártam, míg megszáradt, és utána elkezdtem rajzolni bele egy mintát. Szerintem az nagyon különleges ebben a karcolásban és ebben a technikában, hogy egészen vékonyan tudod megkarcolni a mintát, amit másnál nem tudsz így megvalósítani, és a variációk száma pedig végtelen azzal, hogy bármit rakhatsz az átlátszó rész mögé. Ha tetszett nektek ez a videó, hogy különleges alapanyagokat mutatok be, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal, ha pedig szeretnétek megnézni ezt az alapanyagot közelről, akkor webshopomban megtaláljátok. Korábban is készítettem már egy különleges alapanyag videót, a 3D-s dekortollát mutattam be, ahol ilyen pöttyözős technikával lehet alkotni. Ide kattintva megnézhetitek ezt a videómat. Iratkozzatok fel csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot! Ha szereted a kreatív cuccokat, látogass el webshopomba is!